Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolatast, ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. A megszokott időpont előtt, de a bevált helyszíneken rendezték idén a 25. Euroinvest Metal Mikulás Rallyt az Oxigáz kupáért. A zord időjárás ellenére nagyon sokan látogattak el a versenyre. Mondjuk volt is mit nézni, illetve egész pontosan, ha láttak volna belőle valamit, mert ugyan induló volt bőven, csak inkább hallgatni, mint figyelni lehetett őket a hatalmas köd miatt. Az első körben Klaus Kristóf figyelhetett a legjobban, hisz Csányi Boton segítségével nem fehér bottal közlekedtek a tejfelben. Jelentős előnyre is tettek szert. Szerintem itt a mezőnyben nekünk volt a legkevésbé rossz, ha mondhatni így. Szerintem senkinek nem volt igazán jó, mi is azért nagyon sok helyen éreztük azt, hogy nem úgy megyünk, mint ahogy szeretnénk, de azt látom, hogy azért jobban át tudtuk vészelni ezt a ködös párás úszós időszakot, mint a többiek. Nyomjuk neki, de nem bután. Tehát, hogy azt érzem, hogy élvezzük, nagyon nyomjuk, és nem azt érzem, hogy egyszer-egyszer nagyon megyünk, hanem azt érzem, hogy az alaptempónkat tudtuk ennyire felemelni. Igazából ugyanaz, mint az első körre, egy hosszant itt teszünk bele, de amúgy inkább csak ilyen placebo, amit csinálunk, mindig szeretek egy kicsit variálni, azt most is megtesszük, de nem hiszem, hogy ebbe akkora potenciál van, mint amekkorát itt gondolok. Balog Jani visszatért. Bevallása szerint tapogatózva tette mindezt, de ez annyira jól sikerült, hogy a második helyen tanyáztak Holzer Dániellel. Furcsa volt, azért nem volt egy leányállam így közlekedni, meg főleg a sárba, tehát minden változott, a látási viszonyok, az időjárási viszonyok, meg a tapadási viszonyok is, úgyhogy nagyon, nagyon ösztönből kellett menni. Nem mindenhol mentem nyílen nyilván, gyakorlatilag vissza is kell szokni, stb. De ugye azt mondom, hogy a ritmusunk az úgy jó, jól érezzük magunkat az autóba, a kocsi is azt csinálja, amit szeretnénk, úgyhogy hát itt tapogatózunk, jól érezzük magunkat. Hol és Asáról tudjuk, ha meglátja a Murvát, megörül, vagy megőrül. Most inkább az utóbbi megállapításában osztoztak a nézők, no meg az autó leendő tulajdonosa. Félelmetes. Félelmetes, mert ebben a ködben azért nem normális dolog így versenyezni, de jól akarunk szerepelni, úgyhogy erről tettük az egészet, az autótól így szeretnénk elbúcsúzni, hogy valami jó eredményt érjünk el. Első háromba, ha benne lennénk, annak örülnénk, de hát nagyon gyorsak, a Kristóf nagyon gyors gyerek, nagyon ügyes, nem látunk semmit a ködben, úgyhogy csak ilyen gondoljuk, hogy ott van, és akkor arra autózunk. Az autó nagyon jó, a gumi nagyon jó, itt az van, hogy a méterek nagyon pontosan kell, hogy meglássuk azt a kanyart, ami következik. Szóval az a baj, 160-170-nel jön egy jobb három, és hol az a féktáv, ahol és túlcsúszol, átugrasz dolgokon, ugye most nagyon sokat lehet hibázni, az a lényeg, hogy ne hibázunk, próbálok pontosabban menni, mert nagyon, nagyon látványos volt most az első körünk. Bán Viktor, Herzig Patrik navigátora azt mondja, szinte semmit nem látott, mégis észrevette, hogy előznek és beérnek társakat. Akkor nem lehetett rossz a tempó. Óriási élmény volt az első kör. A köd az azért nem könnyíti meg a dolgunkat, főleg nem az enyémet, mert én nem is nagyon látok ki. És azért a gyors kanyarokat így nem nagyon tudja az ember, hogy hol kezdődik, hol végződik, de amúgy nagyon jó élmény volt. A második gyorsan sajnos utolértük az előttünk rajtolókat, a kis feketéket is, meg utána a Perge Gyurit is. A feketék elengedtek, de utána a Gyuriék sajnos nem vettek észre, vagy nem figyeltek, és ugye jó 3-4 kilométert követtük őket a jutasi részen. Úgyhogy ott egy kicsit úgy elvette a kedvet, de az érzés az fantasztikus, meg minden nagyon jó, szóval nagyon élvezzük. Nem kell foglalkoznunk az idővel, semmivel, csak a jó érzéssel, úgyhogy minden nagyon jó.
Garami Zoltán 13 év után ült ismét autóba, hogy hivatalosan is visszavonuljon. Megadta a módját, ő terelgette a mezőny egyetlen WRC autóját, a Skoda Fabiát. Elkezdtem, hogy elmegyek egy ilyen versenyre, egy WRC-vel, akkor nem számítottam, hogy ilyen rossz idő lesz. Arra gondoltam, hogy egy héttel hamarabb, és minden oké. Okay. Hát ez van mindenkinek saras, nem szoktuk még meg az autót, nem, hogy nem, mitől szoktam volna, 13 éve mentem utoljára. De a legnagyobb élmény az volt, hogy tegnap az unokámat vittem egy teszten, ettől jobb feelinget nem lehet mondani. Most próbáljuk élvezni, hát amit bírok, elválok, amit nem, azt ne várják a nézők, mert nem tudom, tehát itt azért vannak furcsaságok még, azért csak más ez a kocsi. Nagyon jó minden, csak első párásodásom van, kaptunk egy defektet az első. Egy lőtéren egyáltalán nem furcsa, hogy tankcsapdák vannak. Most mégis kicsit meglepődtek a szurkolók, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb együttesének tagjai beültek Gyarmati Ariel mellé. Jött ez az ötlet, igazából már nyáron megfogalmazódott bennünk, hogy a Mikuláson ezt össze kéne hozni. A nyáron már vittem a fiúkat egy aszfalteszt során, és mondom, Murván az igazi. Úgyhogy jöttek, beültek. Rock and roll volt ugye végig, nagyon jó kedv volt, látványra, érzésre mentünk, tehát ugye előfutunk, tehát nincs is időeredményünk, direkt így is szerettük volna ezt, csak az érzés, úgyhogy nagyon jó volt. Jutas pusztán minden körben megforgattuk ott az autót, úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat, remélem, hogy a fiúk is. Nagyon sajnálom, hogy ilyen időjárás volt, nem azért, mert hogy mi fázunk vagy elázunk, hanem hogy nem lehetett azért olyan úgy menni, mint ahogy szerettünk volna, olyan tempóval. Ugye nagyon nagy sár volt, ugye, illetve még az első két körben nagyon nagy köd is, úgyhogy sokkal visszafogottabban kellett menni, és nagyon sok helyen, ahol ötödikben 200 közel szoktunk menni, és most itt ilyen 140-150-ekkel mentünk, és úgy is faltól falig mentünk az úton, tehát nem lehetett egyenesbe tartani. De hát most ez ilyen volt. Az utolsó jutas az viszonylag még az volt most a legjobb, annak ellenére, hogy nagyon ki volt már járva, de nem volt már olyan sár, ugye elállt az eső, nem volt köd, lehetett látni, úgyhogy most egy picit ezt meghúztuk. Laci is mondta, hogy ez volt a legkomolyabb, úgyhogy ezt ugye a végére feltettük az íralpontot. Erre élveztük, de tényleg nagyon izgalmas dolog egy ilyet csinálni. Annál is inkább is, mert ugye ez egy olyan fajta élmény, amit egy átlagember, vagy úgy ültem, kevés ember élhet át, és őszintén szóval miután mi nagyon szeretjük az ilyen, nevezzük extrémnek, vagy nem, nevezzük különlegesnek, vagy nem hétköznapinak az ilyen típusú sportokat, nagyon szeretünk ilyesmit csinálni, éppen ezért is fogadtuk örömmel ezt a meghívást, meg ezt a lehetőséget, és nagyon-nagyon élveztük ezt a motorsport, 8600 motorsport csapatnak a meghívását, és mind a három kanyart őszintén szóval. Az első kanyar reggel, amikor még nagyon nagy köd volt, az elég ilyen ingoványosnak tűnt a történet, de most például a legutóbbi alkalommal, amikor már az eső is elállt, a pálya is némileg szárazabb volt, rendesen jó tempót lehetett menni, jó volt. A 25. Euroinvest Metal Mikulás Rally az Oxigáz kupáért a szokásokhoz híven pontosan és frappánsan lezajlott. A győztes Klaus Kristóf összefoglalója következik. Szerintem maximálisan kiautóztuk azt, amit szerettünk volna. Beállítások azt gondolom jól működtek, az autó hibátlanul működött, a csapat nagyon jól felkészítette, és igazából szerintem minden úgy történt, ahogy szerettük volna. A versenyre se érkezett sokkal szebben szegény autó, de azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon pozitív és eredményes évet zártunk minden tekintetben, tehát hibamentesen nem volt törésünk idén, reméljük, hogy ezt a szériát, ezt a jó formát át tudjuk ültetni a jövő évre is. Balogh Jani jött, látott és második lett. De ez felír egy győzelemmel, hisz hosszú kihagyás után produkálta ezt a remek eredményt. Jó volt, hát hogy mondjam, nehéz volt végig, ugye teljesen fura körülmények között kellett menni, gyakorlatilag dagonyáztunk az egész nap során. Nyilván egy picit tisztult a pálya, abból adódóan gyorsult, nekünk is egy kicsit át kellett így hangolódnunk. Az eső megtréfált, megmondom őszintén, mert a második kislőtéren ott hibáztam. Úgyhogy megforogtunk, és ott maradt egy ilyen 15-20 környéken, majd egyszer kiszámoljuk.
Úgyhogy szorosan sűrűbe lettünk ott a dobogó környékén a srácokkal, és akkor mondom az utolsó gyorságért, hogy kicsit össze felszívjuk magunkat, és akkor próbálunk valami lendületeset normálisan menni. Ez a legpozitívabb élmény az egész hétvégében, hogy ez sikerült, és gyakorlatilag össze tudtam kapni magam, és tudtunk egy jó időeredményt is produkálni, meg úgy mentünk hibátlan, hogy nem voltak benne olyan bakik, ami adott esetben mérhetőek lettek. Volt egy ritmusa, tökéletesen megcsináltuk, amit akartunk, ezért jöttünk. Jó verseny volt, függetlenül attól, hogy viszontagságos, de jó verseny volt. Jó volt visszajönni, így közétek, fogalmazzunk így. Az autó is szenzációs volt, úgyhogy most úgy élményekkel gazdagon megyünk haza. Műsorunk támogatója a Rolatast, ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Nagy Attila, Csomós Mixi navigátora részletezi, hogy mit szívtak, vagyis mivel. Most harmadik lett a sikerre éhes páros, de jövőre újra a gázpedálra pattannak. Hát régen szívtunk együtt, azt mondom, tehát igazából tényleg minden jött, aminek jönnie kellett, vagy ami jöhetett. Az első gyorságin túlcsúsztunk, ott bent maradt egy 30 másodperc, a második gyorsaságin ott nem is tudom, bepárásodtunk, úgyhogy meg kellett állni, még úgy mondtam Mixinek, hogy majdnem neki mentünk a fának, úgyhogy mondom, hogy kicsit balra, kicsit jobbra, így mentünk végig párás ablakkal. Sajnos nem fűtető a szélvédő, hát most ezt megtanultuk, hogy szükség van egy fűtető szélvédőre. Aztán utána a harmadik gyorsan defektet kaptunk, onnantól kezdve hát eléggé lemaradtunk, meg hát szét is estünk, de alapvetően sokat tanultunk, úgy rájöttünk, hogy ilyen körülmények között egy kicsit máshogy kell menni, mint szárazon, mert azt gondoltuk, hogy itt nagyon nagy tapadás lesz, és nagyon át lehet menni minden, hát nem. Persze, hát alapvetően azért ez egy buli verseny, meg minden, csak hát azért mi eléggé eredménycentrikusak vagyunk, úgyhogy ezért szerettünk volna itt előrébb végezni. Szép dolog ez, hogy harmadikok lettünk, csak túl nagy az időkülönbség, kicsit az böki a csőrünket, de alapvetően azért jól éreztük magunkat, meg hát így egy kis évvégi levezetésnek jó volt itt a nézőknek is keresztbe autózni, úgyhogy tök jó volt. Oli Sasa úgy döntött, még melegében adja el a Skodát, éppen ezért kicsit visszavett, nehogy ne neki kelljen ezt tennie volt autójával. Igazából minden olyan lökhárító sárvédő, a régieket raktunk föl, amiket úgy is le kell szedni, mindenből van újunk, mert ugye az autó eladásra kerül, úgyhogy azokat nem sajnáljuk, mert így is le kellett volna venni, megsporoltuk a munkát. Annyi van, hogy volt egy defektünk, ami ugye egy ilyen 25-30 másodperc volt a defekt, azt nem kalkuláltuk be, meg a ködbe túlcsúsztuk, azért kaptunk 20 másodperc büntetést, úgyhogy majdnem egy percet szedtünk így össze, és az utolsó gyors, amiben be akartuk hozni ezt a három másodperccel ment előttünk a két autó, ugye a Kristófot nem tudtuk megverni, mindig második üdéket autóztunk, és becsúsztam egy ilyen saras részre, ahol lebontottam az elejét, és telement sárral a hűtőnk, és a motor azt jelezte, hogy melege van, és ott onnan nem mertem forszírozni a dolgot, mert az autó el van adva, inkább akkor kijöttünk egy ilyen ETA programmal. Tóth Tibor a leggyorsabb hobbiautós címet nyerhette el. Róla tudjuk, valóban csak a sport szeretetéért autózik, de most a top 4-es időkkel szépen teljesített. Körbe én nem szeretek úgy menni, ha nem látom, hogy hová megyünk, meg hova tartunk. Utána örültem, hogy elkezdett esni az eső, mert legalább elment a köd, és utána úgy jó ízen autóztunk, élveztük. Volt hiba benne, de jó volt. Lehet, hogy már most ugye mentünk több mint 3000-et az autóval, jön a kilométer, de hát mi ilyen hobbi autósok vagyunk, élvezzük, ez a lényeg. Herczig Patrik édesapja nyomdokaiba lépne, de maga is beismeri, hogy most egy Skoda Fabiával mehetett, az még túl korai. Először is szeretném hozzátenni, hogy ez most csak erre a versenyre volt. Jövő évben azért még ehhez én elég kevés vagyok, sőt szerintem még utána is még végig kell járnom a lépcsőfokokat. De hát ez elképesztő élmény volt, nagyon jó volt ezzel az autóval Murván menni, élveztünk minden egyes métert. Igazából ezért is jöttünk, ez volt a cél, hogy jól érezzük magunkat, és egy kicsit belekóstoljunk ebbe az autóba. Az első körben nagyon nagy köd volt, ott nem igazán láttunk semmit, a második körre kicsit felszállt a köd, ott csak az eső esett, de hát igazából a sárral nekem nem volt gondom, úgyhogy minden rendben volt, élveztük végig. Mm-hmm.
Órai Balázs alapvetően boldogan szállt ki a Skodából a verseny végén. Nagyon dicsérte autóját, annak ellenére, hogy néha alig tudta féken tartani. Egy kicsit szenvedtünk az első két körben, azok voltak a hosszabb körök. Az elsőben a köttől nem láttunk, meg nem úgy írtuk fel a pályát, hogy a támpontokkal, meg ilyenek, amit fölírtunk, azok már nem látszottak, olyan nagy köd volt. Ott az egyenesekben szerintem sokat kaptunk, mert tényleg nem láttunk, hogy hol az egyenes vége. A második körben az első kanyarban egyből elment a fékünk, ilyen valami kis fék volt, de hogy tudtunk vele lassítani, de tényleg csak lassítani, nem fékezni. Úgyhogy a második kör az erre ment rá, eléggé szedtük a lábunkat, nehogy utolérjenek, vagy valami szégyenszemre a mögöttünk induló. Most rendesen tudtunk menni egy jót, úgy érzem, hogy jó időt is jöttünk, és úgy szálltunk ki, hogy boldogok vagyunk. László Zoltán, ahogy közeledik a hatodik X felé, úgy fiatalodik. VRC futam után már Mikulás rali, kis autóból egyre nagyobba. Most egy Skoda Fabia erőtöt próbált ki. Én ez a hobbim, nagyon szeretem ezt csinálni. Az a baj, hogy fiatal koromban sajnos nem volt rá lehetőségem. Most, hogy van, most megpróbálom bepótolni. Az első körbe, a ködbe nem láttam semmit. Különben se látok se este, se ködbe, nem igazán látok jól. Az nagyon nehéz volt. Ott alig találtunk el az úton, de hát olyan 20-valamennyi időket mentünk. És utána, amikor kiderült, akkor azért próbáltunk fölzárkozni. Nem, semmi nem volt. Nagyon jó volt az autó. A Top Cars-nak nagyon szeretném megköszönni. Nagyon jó autót adott, és egy borzasztó nagy élmény egy ilyen kocsival menni. Hát valószínűleg valaki leszette menet közben. Nem mi szedtük le. Mutatták a nézők valahol, nem tudom, remélem behozza valaki. János Ákos a Ford után kipróbált egy új Peugeot 208-as gépet is. Nagyon meg volt vele elégedve, de szilveszterezni mégsem ebben az autóban szeretne. Jó volt egyébként összességében, ugye mentem már a Forddal, ami hasonló, ugye a Rally 4-es új fejlesztés autó. Ki szerettem volna próbálni ezt, és ez egy fokkal egyébként jobban tetszett. Nagyon jó a futóműve. Jó az autó, nyomatékos, ami még hátrány is volt ebbe az időjárásban. Ez jó autó, szeretem, tetszik. Nagyon-nagyon régen, még Zsigulival mentem, akkor volt ilyen, sőt olyan is volt, amikor a hó esett, az rettenetes volt. Nagyon nehéz körülmények voltak, tehát nem volt ideális arra, hogy most egy új autót belakjak, de ami a rossz is, az a jó is, hogy annál többet tapasztaltam vele. Jó volt összességében. Nagyon föl voltak ázva a pályák, persze, meg ez a reggeli köd, ez nem segített nyilván, de összességében jó volt. Hát apró túlcsúszások, vagy ilyesmények, hát azért, amikor tudod, jössz egy új autóval, és az elejébe tudsz menni, akkor már nem akarod elengedni, és akkor nyilván ebből adódóan, hogy még vannak hibáim, hogy nem tudom mit, hogy előfordult egy-egy túlcsúszás, de alapjában véve a lökállított leszámítva nincs nagy baja, úgyhogy meg az eredmény is megjött, úgyhogy nincs baj. Nagyon szeretne a Laci, de én megmondom őszintén, nem szeretem a Silvester rally, tehát nem annyira rallis, mint mondjuk ez, vagy egy más rally, mondjuk a Pécs, vagy bármelyik, inkább ilyen bója kerülgetősebb, én azt nem szeretem, úgyhogy kimegyek majd megnézni, de remélem talál bérlőt. Mészáros Pepe nagyon megijedt a körülményektől, de nem olyan fából faragták, hogy őt ez zavarba hozza. Van bőven autóversenyző a családban, kapta a tanácsot meg az ívet, és ha nem handicappel indulnak, még előrébb is végezhettek volna. Én azt hittem, amikor megláttam először a körülményeket, meg az időjárást, akkor nagyon-nagyon megijedtem. Hát elképesztően jó volt. Én nem tudom, nagyon jó gumit választottunk, köszönet érte apostomnak, mert egyébként a tavalyi Michelin-t használtuk, és nagyon-nagyon jó volt. Dolgozott rendesen az autó alatt. Hát az első gyorsaság, igazából tiszta gyorsaságunk, megmondom őszintén, nem volt sajnos. Elénk került ez a VRC, és őt kerülgettük folyamatosan sajnos két gyorson keresztül, aztán a második körre sikerült rá 2 percet kérni, és onnantól kezdve kezdtünk a saját ritmusba autózni, de hát már nagyon messze voltunk az elejétől. 22 másodperc volt a végére, hogy utolérjük az előttünk lévő páros, hogy feljünk a második helyre. Én már mondtam, hogy ezt elengedem, és aztán a gyors közepén úgy döntöttem, hogy nem. Már egy gyors utolsó előtti harmadik kanyarjába pedig a hosszú egyenesből betonról ráléptem a fékre, azt megfordultunk ilyen 150-nél. Már becsuktuk a szemünket és vártuk, hogy csattog a hátulja a kocsinak a kína betontuskókon. Ott buktunk egy 15 másodpercet, és így 5-tel kikaptunk, tehát így is adtunk nekik 17-et, úgyhogy szerintem ez Nikinek, a feleségemnek és nekem az utolsó gyorsasági, ez mindent kárpótott, zseniál, hihetetlen, hogy mentünk benne a lőtéren, integettek az emberek. A buli verseny mellette kicsit szerettünk volna nagyobb kupát hazavinni, de most viszik a harmadikat. Nagyon élveztük. Az adomány célba ért. A race1.net Hungary Facebook oldalán a bukós isak licitáláson befolyt összeget Gyuricki Zsolt, a HR Rend, a Lisztes Transz, az Ottigeo Földmérő Kft. És a Buszrend kipótolta. Így a 500 000 forint átadásra került az STK alapítvány számára. Az alapítványt 2019-ben hoztuk létre,
abból az apropóból, hogy fiunk 2018. február 15-én szolgált test, és közben elhúlt Újpest. És neki volt egy szlogenje, hogy én az embereken szeretnék segíteni. Az alapítvány szlogenje ezáltal nem lehetett más, hogy mi az embereken szeretnénk segíteni. Ez az alapítvány a Magyarországon szolgálatot teljesítő életmentő és rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjain és civil állományi tagjain segít, akik szolgálat teljesítés közben balesetet vagy halált szenvednek. Tudtunk segíteni 3 olyan bajba jutott embereken, akik szolgálat teljesítés közben balesetet szenvedtek. Az első eset az a újpesti 2 rendőr késelés volt. Volt egy olyan esetünk is, amikor 3 gyerek maradt tárván, mert apuk az meghalt. És ugye volt még egy, aki sajnos egy baleset következtében tolókocsiba kényszerült. Sokat keresgéltem az alapítványok között, nagyon-nagyon sokat végignéztem, nyilván nagyon nehéz volt. Sok alapítványnak van szüksége pénzre, és nyilván amikor ezzel az alapítványnál találkoztam, akkor engem is érzelmileg nagyon megindított. Nem annyira állnak tiszteletben, mint amennyire tiszteletben kellene állniuk, hiszen tűzoltók, mentők, rendőrök, mindig őket hívjuk, hogyha szükségünk van segítségre, ha védelemre van szükségünk, ha megsérülünk, hogyha balesetben beszorulunk egy autóba, vagy hogyha valami tűzeset történik, és az alapítvány egyrészt emlékeztet erre bennünket, hogy tiszteljük őket, és nekik is van néha szükségük segítségre. 2020. december 24-e az egy nagyon szomorú nap volt az újpesti rendőrök számára. Lingvai Pétert és Erikát, a társát. Ők ketten fantasztikus, hogy milyen lélek jelenlétől tettek tanúbizonyságot, hiszen Pétert megtámadta ez az álmokfutó, és végül is Szarvas Erikának kellett lelőnie. Ez borzasztó lelki traumát okozott Erikának, és gyakorlatilag Péter felhívta az édesanyját és elköszönt tőle, hogy meg fog halni. Ez a két ember volt az első támogatottja az alapítványnak. Berezi Nándor pedig az a rendőr, aki munkába sietett, egy kiváló rendőr és egy nyerges vontató elé fordult, amikor ő már előzésben volt. Megtiszteltetésnek vettem, amikor megkerestek az alapítvány jogi iratainak létrehozására, ellenjegyzésére, mert nagyon sok alapítványt csinálok, hoztam létre alapítókiratot, elkészítettem. De ez valahogy annyira megütötte a szívemet. Amióta ez az alapítvány van, csinálják, mindenkinek segíteni akarnak, pedig általában ugye egy gyász, hogyha valaki elveszít valakit, akkor az úgy lesüllyeszti őket. Ők pedig ettől álltak fel, és tényleg annyira jó érzés látni, hogy most is, amikor ugye átadták az adományukat, hogy mennyire csodálatos dolog az, hogy vannak emberek, akik segítenek.